Egy percig sem tartott a rendkívüli közgyűlés szombaton. A képviselők közül csak ketten jelentek meg időben, egy tag pedig azt követően, hogy a polgármester bejelentette, létszámhiány miatt a közgyűlés határozatképtelen. Az ülést egyébként maga Mirkóczki Ádám hívta össze, miután ismét megvétózta a városgondozás vezetőjének menesztését a közgyűlési határozat ellenére. A városvezető ezután felolvasta a főispán álláspontját a vétóval kapcsolatban, majd azzal zárta, hogy a meghiúsult újratárgyalás miatt a közgyűlés városgondozást érintő határozatával szemben a polgármesteri vétó győzött. Ezzel kapcsolatban Csetneki Attila úgy reagált, hogy az összehívás szabálytalan volt, mert az alapokmány szerint az ülés előtt 5 nappal kell értesíteni a grémium tagjait, a polgármester pedig ezt egy nappal a rendkívüli közgyűlés időpontja előtt tette meg. A Fidesz-KDNP képviselője hangsúlyozta, hogy véleménye szerint így továbbra is érvényben van a városgondozás Eger Kft. Ügyvezetőjének visszahívásáról szóló közgyűlési döntés. Ennyi volt.